A Guba Tánc együttes táncával autentikus avatást kapott Tiszaeszlár új termelői piaca. A helyi önkormányzat harmadik benyújtott pályázatát bírálták el sikeresen a fejlesztésre. Ennek köszönhetően épülhetett meg 100 millió forintos támogatással a település új fedett vásártere. Az átadó ünnepségen azokat a helyi és környékbeli specialitásokat tették pultra a termelők, amelyek rendszeres termékei lehetnek a jövőben a községi piacnak. Vajda László polgármester beszédében elmondta, Tiszaeszlár nem egy ipari jellegű település, a helyben megtermelt élelmiszert pedig minden szinten igyekeznek hasznosítani. Muszáj, hogy az agráriummal foglalkozzunk egy kicsit többet, és ebből szeretnénk kihozni a lehető legjobbat, ezért is próbálkoztunk. Ez a piac harmadik nekifutásra sikerült, csak ezt harmadszorra vittük át a lecet, de nem hagytunk neki békét 2019 óta, úgyhogy hál' Istennek megépült, és bízunk benne, hogy valóban egy szép közösségi tér lesz, és itt az emberek adják, veszik majd a felesleget. Az önkormányzatunknak is van közmunkaprogramja, nagyon sokat termelünk, nálunk is keletkeznek feleslegek, amit a községi konyha nem tud feldolgozni a napi főzés során. Eddig a készleteknek nagy részét, a felesleget kiosztottuk, eladtuk, barteroztunk, cseréltünk, hát most megpróbáljuk majd itt helyben is valamennyit értékesíteni. Vinnai Győző országgyűlési képviselő Tiszaeszlár elmúlt évekbeli fejlődését emelte ki. A településen ugyanis többek között belterületi út, konyha és a polgármesteri hivatal is megújult. A politikus elmondta, ehhez illeszkedik a piac is, aminek igazi közösségformáló ereje van. Itt lehet beszélgetni, itt meg lehet beszélni az élet nagy és kis dolgait, és valójában a magyar termékeknek csinál reklámot, ha mondhatom ezt, egy ilyen termelői piac. Tiszaeszlár nagyon jó pályázott, vidékfejlesztési pályázatból a maximális 100 millió forintot nyert el, és kitűnően sikerült ez a termelői piac. Nem beszélve arról, hogy Tiszaeszlár környékén a földeket megművelik, nagyon szorgalmas gazdák vannak, nagyon jó kocsistanya van, Mangalica telep, és ez azt mutatja, hogy Tiszaeszlár és a vidék élni akar, jó itt élni, és ez erősíti a mi identitásunkat, ide kötődésünket a szülőföldhöz. A termelői piacon felvonultatott kézműves termékeket Nagy István agrárminiszter is érdeklődéssel nézegette és kóstolgatta. A tárcavezető az eseményen elmondta, az elmúlt években összesen 158 termelői piacot építettek vagy korszerűsítettek, több mint 13 milliárd forint értékben. Hozzátette, Tiszaeszláron is komoly gazdaságfejlesztési hatása érvényesülhet az új piacnak. Nem kell egy-két év, hogy elteljen, és elkezdenek mellette fölépülni vállalkozások, szolgáltatások. Mert rá fognak jönni az emberek arra, hogy itt sokan járnak. Ide érdemes fejleszteni, itt van üzleti lehetőség. Mindenütt, ahol termelőpiacot adtunk át, mindenütt ez lett a következménye. Gazdaságfejlesztés, közösségépítés, megmaradás erősítés. Az a szlogen, amit polgármester úrék, az önkormányzat kitűzött maga elé, ez itt a valóságban így ver gyökeret. Hogy úgy érzik, nem kell innen messze menni, nem kell innen elköltözni, hanem tiszaeszlárjaként kell élni. És hogy az nem kompromisszum, hanem minőség. Mi minden nap az Agrárminisztériumban és a kormányban azért dolgozunk, hogy a vidéki élet egy olyan életmód lehessen, amely minőséget jelent. Tiszaeszlár önkormányzata a vidékfejlesztési program pályázatán nyert támogatást egy fedett, de ugyanakkor kinti vásártér és egy zárt piaci környezet kialakítására.